Csak nem 10 milliárd forintos adósságot halmozott fel a Klik, vagyis az ország iskoláit fenntartó Klebelsberg központ. A vs.hu tudta meg, hogy nyár elején több mint 9 milliárd forint volt az adósság, aminek a fele közműtartozás volt, olyan iskola, ahol ki is kapcsolták a gázt. A köznevelésért felelős helyettes államtitkár szerint augusztusban minden adósságát rendezi a Klik. Június végén Somogyjádon a nyugdíjasok stábunktól tudták meg, hogy nem fizették ki az iskola gázszámláját, pedig nyáron itt főznek a rászorulóknak. Én főzni nem tudok, én nem főztem még sohasem. Egy másik faluban, Mernyén, egy napra ki is kapcsolták a gázt a tartozás miatt. Azért, mert az intézmény fenntartó Klebelsberg központ, röviden Klik, nem fizetett. 2013 óta ez a szervezet működteti az iskolákat. A Klik szerződik a közműszolgáltatókkal is, azok biztosítják a gázt és a villanyt az iskoláknak. Ha a Klik nem fizeti a számlákat, a közműcégek felfüggeszthetik a szolgáltatást. Erről viszont csak az intézmény fenntartót értesítik, hiszen velük állnak szerződésben. Ezért Mernye polgármestere sem kapott semmilyen értesítést, amikor június végén kikapcsolták a gázt. Azóta se tudja, mi a helyzet. Nem kaptunk tájékoztatást, nem tudjuk azt, hogy milyen módon rendezték a számlát. Mi csak reménykedni tudunk abban, hogy ilyen nem fordul el többet. Sem ígéretet, sem szóban, sem levélben nem kaptunk. A Klik tartozása májusban majdnem 12 milliárd, júniusban 9,6 milliárd forint volt. Az államkincstár honlapján most is láthatóak a számok. A vs.hu azt is megtudta, hogy ebből 4,6 milliárd a közüzemi tartozások összege, amiből 2,3 milliárd 60 napon túli. Sipos Imre helyettes államtitkár híradónknak azt mondta, most sehol sincs korlátozás, őszre pedig a Klik kifizeti az adósságát. Augusztus hónapban ezek a tartozások rendezésre kerülnek, illetve több vagy nagy része, jelentős része már rendezésre is került. A többi esetleges árubeszállítókkal vagy egyéb szolgáltatókkal való tartozásait is szintén folyamatosan teljesíti a Klik és rendezni fogja. A Párbeszéd Magyarország szerint a Klik rossz gazdája az iskoláknak, és ha a kormány nem változtat politikáján, akkor iskolákat kell majd bezárni.